Idén is lesz erdőközi találkozó. Rozsnyai Erzsébetet kérdeztük a részletekről. Idén is megrendezik az erdőközi iskolások találkozóját, ennek kapcsán vendégünk Rozsnyai Erzsébet. Köszöntöm Önt, beszéljünk egy kicsit erről, ugye mióta is rendezik meg Önök. Hát akkor szervusztok. Igen, minden évben szeretném megrendezni, 15 óta rendezgetjük ezt. Úgy mondom, hogy nem is csak én rendezöm, ha már most szerintem a régi gyerekek egymásnak szólnak, és aki bír, az jön. Augusztus 12, hát 10 órától lehet gyülekezni, aztán ameddig jól érezzük magunkat, addig maradhatunk tulajdonképpen, ha 3-4 óráig, a 6 óráig a vadásztársaság hagyja nekünk, hogy arra napra kibéreljük az udvart, az iskolát. Hogyan is szokott zajlani ez a nap? Hát 10 órakor kezdünk találkozni, aztán nagy az öröm, nagy az ölelkezés, te ki vagy. Mindig jönnek újabb gyerekök, mert cserélődik a társaság tulajdonképpen. A régiek sajnos már nem, de vannak újabbak. Nagy az öröm, örülünk egymásnak. Tés itt lehet, hoznak süteményt, gyümölcsöt, kinek mi van, innivalót, legtöbben már csak vizet. És hát úgy 14 óra felére azért összevergődik a társaság, Imre atyát meg szoktam kérni, kijönnek, misét tartanak, nagyon szép mondandót mond nekünk mindig atya, adja az erőt, hogy minél tovább mehessünk, találkozhassunk. Utána kicsit beszélgetés, mögebédölünk. Tavaly a vadásztársaság vendégül látott bennünket, azelőtt Gilice Edina látott vendégül bennünket. Tehát tulajdonképpen úgy van, azelőtt összeadtuk a pénzt. Most igazándiból még nem látom, hogy lesz. Azt üzenem mindenkinek, pénzt azért hozzon magával, keveset, és most is fogunk ebédölni, aztán lesz zene is, táncolgathatunk, beszélgethetünk. Jól fogjuk érezni magunkat, biztos. Általában egyébként főként így Kistelekről, Barásáról, erről a környékről érkeznek, vagy van, aki így teljesen elvándorolt, és ilyenkor érkezik ide-vissza? Igen, sajnos van, aki örökre elvándorult, de vannak messziről jövő vendégeink is, Dunántúlról, Pestről, sőt, Bács-megyéből is többen szoktak. Nagyon szétszélettünk, vagy hogy kell ezt jó fogalmazni, de együnnek a régiek is. Vannak, akik többen vannak testvérök, csak egy jön-e arról a vidékről. Eljön, messziről is van, aki nem itt alszik, hanem a családtagjánál is csak másnap tud visszamenni. Hát vannak köztünk olyan 87-8 évesek is, akik így messzire elköltöztek, és visszajönnek. Aki szeretne ezen részt venni, Önt hol találja meg, hogyha szeretne jelentkezni, hogy igen, elmenjen? Igen, hát a 70-es telefonszámon elérnek, a 77-es 101-44-26, vagy a vezeték, de inkább a mobilomon keressenek, akik keresni akarnak. Még azt kihagytam, hogy polgármester urat is meg szoktuk hívni, Újvári Lászlót, a Balástya polgármestere családjával, és a kisteleki polgármestert is, mert ő meg nem messzire lakik az iskolánktól, Nagy Sándort is. El is szoktak jönni általában. Pálinkáztatják a vendégöket, hogy ez egy olyan családi, olyan úgy örülünk egymásnak, mint a családtagok tényleg. Nagyon-nagyon szép ez az erdőközi találkozó. Nekem mindig nagyon nagy örömet ad, hogy örömet szörözhetök az embereknek ez. Regionális fúvószenekari nyári táboron vettek részt a kisteleki művészeti iskolások. Erről kérdeztük Cirok Zoltánt. A Dél-Alföldi Regionális Fúvószenekar táborában vettek részt a Kisteleki Művészeti Iskolából. Ennek kapcsán is ennek apropóján beszélgetünk Cirok Zoltánnal. Köszöntöm Önt, kicsit beszéljünk erről a táborról, hogyan is jött ez a kicsit milyen múltra tekint vissza, és utána pedig arról, hogy hogyan is jött ez a lehetőség, hogy a kistelekiek részt vegyenek benne.
milyen múltra tekint vissza ez a részemről a lényeges, mert először Magyarországon, itt Kisteleken szerveztünk regionális tábort, ami ugye annyit jelent, hogy Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megyéből, a művészeti iskolákból, zeneiskolákból meghívtuk a legjobb gyermekzenekari korosztály tagjait az ottani fúvózenekarokból, és itt Kisteleken 2004-től 2010-ig minden nyáron 4-5-6 napos táborokat szerveztünk. Ezt újították föl most Mórahalmon nagy örömömre, mert ennek technikai okok miatt itt Kisteleken végig kellett szakítani. Egy volt növendékem, aki mórahalmi is, és ott is dolgozik a Mórahalmi Művészeti Iskolába, és tagja is, most már vezényli is a Mórahalmi fúvózenekart, úgy gondolta, és még itt a mi táborunkban állandó résztvevő is volt, úgy gondolta, hogy újraéleszti ezt a szép hagyományt, és megint csak 3 megyéből, de összesen 4 településről, Kistelekről, Szentesről, Mórahalomról és Madarasról, hát összeszedtünk gyerekeket, én inkább úgy mondom, mert ez tényleg meghívásos alapon ment most. Tehát először nem akartuk, hogy olyan vegyes társaság jöjjön össze, akikkel azt se tudjuk, hogy mit kezdünk. Tehát itt a legszorosabb barátságok alapján szervezte meg a Cifra Dániel egyébként, aki a főszervezője volt az egésznek, és nagyon-nagyon jó eredmények születtek. Az egész tábort egy gála hangversennyel zártuk Mórahalmon a Patkó Szabadidős Központban, ahol el se tudtuk képzelni, hogy egy 800 fős befogadó képességű színháztermet hogy fogunk megtölteni. Úgy gondoltuk, hogy ha már 100-an, 150-en lesznek, az már óriási siker lesz, és legnagyobb csodálkozásunkra 4-500-an megnézték ezt a záró hangversenyünket. Egyébként a tábor a szokásos módon zajlott. Még januárban megbeszéltük, hogy milyen darabokat fogunk előadni, ki fogja vezényelni, és ezeket a darabokat a gyerekeknek ki is osztottuk. Itthon mindenki megtanulta, tehát mindenki már felkészülten jött a táborba. A tábornak a feladata nem az volt, hogy megtanulják a gyerekek a szólamokat, hanem az összhangzást kialakítsuk, mert ugye hát 5 nap alatt azért ezekkel a kisgyerekekkel nem lehet csodát művelni. Azaz lehet, mert így csodát tettünk. Igen sok gyakorlással egyébként, mert egyetlen egy szabadidős program volt egy strand délután, a többi pedig abszolút gyakorlása telt. Délelőtt, délután állandóan 2-3 óra hosszás zenekari gyakorlatokat, befúvási, légzési gyakorlatok előztek meg, és ezek a gyerekek úgy elfáradtak a végére, és ez most egy óriási dicséret, hogy az 5. nap végén meg még ezt a gálakoncertet ilyen tisztességesen oda tették, hogy tényleg egyszerűen fogalmazva, le a kalappa a szervező előtt is, és hogy megszervezték, és köszönjük szépen, hogy innen Kistelekről is 16 növendékkel tudtuk képviselni ezt a tábort. Hál' Istennek tudtunk vinni vegyesen hangszereket, 4 fuvolával, egy klarinéttal, 2 trombitával, harsonával, 3 ütős
gyerekkel képviseltük a tábort, és felnőttként is a Magyar Bálint elkísért, és ő is segített a pedagógiai és a szakmai munkába is természetesen. Debrecenben vett részt a Fúvós zenekar egy versenyen, kicsit beszéljünk erről is. Hogyan is zajlott, milyen eredmények születtek? Igen, ennek a versenynek is természetesen előzménye volt. Már 2019-ben megrendezték az első nemzetközi versenyt, a Beckton & Beckton fúvószenekar, aki tulajdonképpen balmazújvárosi, és az első versenyük Balmazújvárosban is volt. Ide arra a versenyre zsűri elnöknek Jakob de Haan holland zeneszerzőt hívták meg, és óriási sikere lett ennek a szervezésnek, és ugye hát ezután jöttek a nagy bezárások, és idén tudták megint újból megrendezni ezt a versenyt, és idén egy belga zeneszerzőt, Jan van der Roostot hívták el. Egyébként mind a kettő zeneszerző nagyon-nagyon közismert fúvószenekari berkekbe, nagyon szeretik játszani a darabjaikat, és idén ugye kötelező darabként, kötelezően választható darabként is a zeneszerző Jan van der Roost darabot kellett játszani. Mi a Kondekum című darabját választottuk, emellé még másik két szabadon választott művet is megtanultunk, és így egy 20 perces műsorra képviseltük Kisteleket. Ezen a igen neves nemzetközi versenyen. 6 zenekar mérettette meg magát. Ebből mi, és itt mondom el a lényeget, B kategóriában, közép kategóriában második helyezést értünk el, ami ebbe a mezőnybe egy gyönyörű eredmény. Nagyon-nagyon örülünk neki, és megint csak annyit tudok mondani, hogy megérte dolgozni, mert ez azért hát nagyon sok munkával járt. Az utolsó héten minden nap, minden este 7-től 9-ig, 10-ig próbáltuk a darabokat, de egyébként ennek előzménye is volt, mert tavasszal, április 29-én, igen, most már eszembe jutott még a dátum is, a Szatymárosi templomba adtunk egy saját koncertet, igen hideg körülmények közt, mert úgy gondoltuk, hogy kitavaszodik április 29-ére, de ez nem jött össze. De ennek ellenére a lelkes közönségünk a produkciónkat, ami egy része ugye a verseny darabok voltak, vastapssal értékelte. Na most miért fontos ez, hogy templomi hangverseny? Hát egy fúvószenekar azért nem arról híres, hogy templomba játszik, és egy 3-4 órás programot, műsort összeállít, és ezt végig játsza. Hát és igen, olyan darabokat is kellett vinni, amik érzékenyek voltak. Tehát nem csak egy fehérvár, idézőjelben mondom a csakot, egy fehérvári indulót kellett eljátszani, ami úgyis mindenféleképpen vastapssal végződik, hanem igen komoly darabokat vettünk elő, és ez is már a felkészüléshez tartozott. Tehát egész tavaszt végig dolgoztuk, és hát itt az eredmény. Most már megyünk pihenni egyébként, egy hónapig nem találkozunk a zenekarral, viszont kezdődik minden előről, mert augusztus
negyedikétől hetedikéig Balatonföldvárra megyünk táborozni, és kezdjük előről a fölkészülést, osztunk ki új darabokat, tanulunk új darabokat, hát ha jövőre is kiírnak egy ilyen versenyt, és megint akkor is jó szájízzel fogjuk befejezni az évadunkat. Befejeződött az Európai Uniós Költségvetési Ciklus pályázatainak stratégiai és projektszintű előkészítése Csongrád-Csonád vármegyében. Az erről szóló sajtóközleményt hallhatják. Befejeződött a 2021 és 2027-es Európai Uniós Költségvetési Ciklus pályázatainak stratégiai és projektszintű előkészítése Csongrád-Csonád vármegyében. Csongrád-Csonád vármegye önkormányzata a TOP 1.5.1-20 2021-00025 azonosító számú, a 2021 és 27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése Csongrád-Csonád megyében című pályázatával az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból 255 millió forint visszanemtérítendő támogatást nyert. A projekt során Csongrád-Csonád vármegye területfejlesztési kompenzációjának a felülvizsgálatára a megyei területfejlesztési program és a megyei integrált területi program aktualizálására került sor a 2021-27-es Európai Uniós Költségvetési Ciklus elvárásaival összhangban. Valamint olyan ERFA típusú projekt előkészítési munkáinak megkezdése történt a pályázat keretében, melyek fizikai megvalósítása a 2021 és 2027 közötti időszakban. Csongrád-Csonád vármegye önkormányzata számára az elmúlt években sok olyan pályázati lehetőség adódott, ami teljesen új szakmai területre vezette az önkormányzatot. A közös pont ezekben az volt, hogy olyan feladatot vállalt fel, amelyben szükség volt a vármegyei szintre, összekötve a települési és országos szinteket. A TOP 1.5-1/20 kódszámú a 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése felhívás keretében megvalósuló, a 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése Csongrád-Csonád megyében című projekt konzorciumi formában valósult meg. A konzorcium vezető Csongrád-Csonád vármegye önkormányzata 100%-os tulajdonában álló Csongrád megye fejlesztéséért non-profit Kft. Konzorcium projektként került bevonásra. A projekt célja a vármegyei önkormányzat fejlesztési politikai feladatainak területi megvalósítása, az ehhez kapcsolódó feladatok a területfejlesztés, területrendezés, vidékfejlesztés és területi koordináció erősítése volt. Cél volt továbbá a 2021-27-es programozási időszak területi operatív programjának olyan ERFA típusú projektek előkészítési munkáinak megkezdése, illetve elvégzése, melyek fizikai megvalósítása a 2021-2027 közötti időszakban tervezett TOP Plusz keretében. A projekt keretében felülvizsgálatra került a Csongrád-Csonád vármegye területfejlesztési koncepciója, elkészült Csongrád-Csonád vármegye területfejlesztési programja, illetve integrált területi programja. A települési önkormányzatokkal együttműködési megállapodások megkötésére sor került. A pályázat keretében elkészült dokumentumok lehetőséget teremtettek, hogy Csongrád-Csonád vármegye számos települése megfelelően előkészített tervekkel pályázhasson a 2021-2027 közötti időszak TOP Plusz felhívásaira. Pályázat 2023. július 31-én zárult. A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósult meg. Befejeződött Kisteleken a kisteleki sportcsarnok használaton kívüli iroda részének felújítása és a tetőjavítása. Vas Rozália projektmenedzsert kérdeztük. Befejeződött Kisteleken a kisteleki sportcsarnok használaton kívüli iroda részének felújítása és a tetőjavítása. Ezzel kapcsolatosan kérdezzük Vas Rozália projektmenedzsert. Köszöntelek, beszéljünk is erről a projektről, mit is tudhatunk róla, és mik is kerültek pontosan felújításra. Én is szeretettel köszöntelek benneteket, illetve a televízió nézőit. Ugye Kisteleken a sportcsarnok mellett régen működött egy bankfiók, amely innen elköltözött, és itt állt használatlanul egy épületrész, ami igazából beázott, nem volt esztétikus, és a város központjában nem volt egy szép volt, hogy itt áll egy elhagyatott épületrész. Ezért gondoltuk, hogy ezt az ingatlan részt fel kellene újítani. Kistelek város művelődésért és sportéletért közhasznú közalapítvány pályázott az önkormányzat együttműködésével, hiszen az ingatlan maga önkormányzati tulajdon, és sikerült 39,5 millió forint támogatást nyernünk a vidékfejlesztési program LEADER programján keresztül. Ebből tudtuk felújítani az ingatlant. Két alapvető része van, ugye az egyik a tetőfelújítás,
ami tulajdonképpen az nagyon nagy munka volt, és akkor volt látványos, amikor maga a felújítás zajlott, hiszen le kellett szedni az összes cserepet. A cserepek között egy purhabos technológiával készült szigetelés, majd visszarakták, illetve ugye magát a napelemrendszert is vissza kellett helyezni, és ez egy hatalmas tetőfelület. Ami viszont jelenleg látványosabb, az a belső átalakítás, hiszen itt nagyon sok kis fak, gipszkartonfalak voltak, ezek el lettek távolítva, energiatakarékos izzók kerültek elhelyezésre, meg lettek javítva, amit látható az álmennyezet, és vizes blokkok kerültek kialakításra, el lettek távolítva a bankhoz szükséges eszközök, amik ugye letelepített páncélszekrények, vagy ilyesmik, amikre ugye nincs szükség, és így alakult ki itt egy közösségi tér. Ennek az a lényege, hogy azt szerettük volna, hogy ez hasznosuljon, és ezt akár családok, baráti társaságok, egyesületek kibérelhessék, vagy cégek, illetve mondjuk egy helyi termékbemutatóhoz hozzá tudjuk rendelni, lehet itt akár sportfoglalkozást tartani. Mivel ez az ingatlan része a sportcsarnok mellett van, így van egy átjáró is a sportcsarnok fele, hiszen vannak olyan sportesemények, amikor akár egy bírói öltözőként, vagy tárolóhelyként, vagy tehát egy bemelegítő helyiségként is szolgálhat a rendezvényen. Tehát multifunkciós céllal alakítottuk ki ezt a helyiséget.